Negyenesen, mint a királyi kastélyba élet. Szuper, ennek örülök. De hát olyan jó érzés itt lenni. Gödön vagyunk, az első olyan otthonban, ahol a Máltai Szeretetszolgálat befogadás házából költözött ki 12 lakó. Ők mostantól itt élnek, ez az ő otthonuk. Ez az én ágyam, ahol itt sok delfin van. És ez meg az enyém. Ugye szokatlan volt az a csönd. Ez a kiabálás utáni csönd. A jó környéken is van ez a ház, jó pofa, hangulat is. Jó kedvem van, nyugodt életem van. És ennek az a lényege, hogy az önállóságunkat fejleszik. Vágynak arra, hogy ők is önállóbban élhessenek. Sok olyan tudásuk van, amit tudnak használni. Egy intézményi élet ezt nem teszi lehetővé, ott ugye szigorú napirend van. Ha ott valaki szomjas, akkor annak automatikusan töltünk a poharába vizet. Itt ez nem történik meg, hiszen itt, hogyha szomjas vagyok, akkor oda megyek a csaphoz, otthon vagyok, és töltök magamnak vizet. Ez egy nagyon pici példa, de nagyon sok ilyenre számítunk, hogy azok a tudások és meglévő képességek, amik bennük vannak, azok ettől a fejlődéstől, hogy ők ide kiköltöztek, ezek be fognak indulni, és aztán meglátjuk, hogy hova vezetnek. Én felsepeltem, felmostam, rendet raktam a szobába, én csinálom a konyhát, a terítést. A mosogatógépbe berakom az edényeket, majd olyan feladataim lesznek. Egy otthonban lakni egészen más, mint egy intézményben. Itt vannak saját szabadságok, saját lehetőségek, saját szoba. Itt már arra is lehetőségük lesz, hogy magukra csukják az ajtót, és lesznek már olyan bátrak, hogy tudnak ezzel élni, és azt mondják, hogy én most nem szeretnék közösségi programban részt venni. Nem szeretném, hogyha az én időmet most struktúrálnak, mert én tudom az enyémet, a sajátomat beosztani, élni azzal, jól élni azzal, és a szabad időmet úgy eltölteni, ahogy azt én végig gondoltam. Még úgy működnek ők itt együtt, hogy lejönnek 12-en, és 12-en néznek együtt tévét. Mert hogy ez eddig így volt, hogy most akkor van a tévénézés. És nagyon jó lesz, amikor már majd csak ketten ülnek itt, és tizen mások meg teljesen más csinálnak. Bármi lehetőség itt ebben a házban azt gondoljuk, hogy adott, akár sporteszközök, akár az, hogy kimenjenek a településre, és erre felkészítjük őket, nagyon, nagyon sok ilyen típusú felkészítést is kapnak, hogy hogyan kommunikáljanak, hogyan közlekedjenek, hogyan kell viselkedni egy boltban. Én szeretnék majd egyedül is megpróbálni kimenni mondjuk a városba, szétnézni. Amikor az első szülő értekezleten mi beszéltünk arról a hozzátartozóknak, hogy a Máltának ez a terve, hogy az intézmény falain kívül szeretnénk gondoskodni a ránk bizottakról, illetve hogy van ez a közösségi befogadás, támogatott lakhatásprogram, akkor a szülők nagyon-nagyon-nagyon megijedtek. Sokan közülük a nem tetszésüket is kifejezték, nyilván ez az aggódás és a bizonytalannal való félelemről szólt. Reméljük, hogyha ide eljönnek és megnézik, hogy mondjuk ez az első ház hogy néz ki, és itt a lakóknak milyen élete van, akkor ez a bizalmatlanság, ez a félelem oldódni fog, és ők is reméljük, hogy várni fogják, hogy az ő hozzátartozójuk is ki tudjon költözni. Nagyon fontos, hogy olyanokkal legyünk, akik értenek és szeretnek, de sajnos én magam nem tudok ilyen otthont építeni. Ezért a támogatott lakhatás nagy izgalommal és kihívással várom. És hogy gondolod, jó lesz ez? Menni fog? Menni fog, hát mint a sit úgy fog menni.